következő előadásunk egy westernes akció lesz. Aljas Daisy bilincsben fogadjátok a törvénykívüliek western csapatát sok szeretettel! Köszönöm szépen! Sziasztok! Lukács Mukró Tamás vagyok, a Törvényen kívüliek Western csapat alapító tagjainak egyike és egyben vezetője. Köszönöm! Hát ez a csapat idén lett 2 éves, és eléggé véletlen és nagy szerencse árán tudtunk így létrehozni a csapatot. 2015-ben én elkezdtem Western falvakat keresni, és találtam egy hirdetést, Doldas Western falunak a plakátját, ahol fel volt tüntetve, hogy mikor nyit, és erre felhívtam, hogy jó napot, amikor kezdenek, mikor lesz majd a nyitás, erre kérdezték, hogy miért állást keres? Hát, igen, miért? Kaszkadőrt alkalmaznak? Miért az? Igen, az vagyok, akkor jöjjön be egy interjúra. És innentől kezdve 2015 áprilisában így lementem a Western faluba, és elkezdődött a Törvényen kívülieknek a pályafutása, és 15. október 25-én megcsináltuk a csapat első kaszkadőr showját, ahol mindenki teljes mértékben be volt trotyizva, hogy 5 méter magasból mindenki le fog ugrani, sőt, még töltényekkel, mindennel fogunk lövöldözni. És hát ennek ellenére balesetmentesen megúsztuk. Viszont a Törvényen kívüliek Western csapat a spagetti Western filmeket próbálja ebbe a századba is belehozni, úgy, mint az 1960-as években. Sergio Leone, Clint Eastwood, Corbucci, és sorolhatnám a többi neveket. A spagetti westernnek a nagy filmjei, például Bud Spencertől és Terence Hilltől a Ördög jobb és bal keze, vagy az Aranyeső lyukában. Ezeket a úgymond vígjáték, vagy eléggé éles helyzetű filmeket próbáljuk visszahozni nektek. De nem a hollywoodi western filmeket, hanem a spagetti western filmeket, ami eléggé nagy különbség van a kettő között, mert még a hollywoodi filmekben 1920-tól 1950-ig voltak a western filmek, a spagetti western filmek 1960-tól 1976-ig a Keoma című filmmel élt véget. Viszont mindenféle jeleket meg lehetett tanulni ezekből a filmekből. Például tavaly is ment ugye a Westworld az HBO-n, ott láthattunk külön kliséket a fehér kalap, fekete kalap hordására. Például a hollywoodi filmekben a fehér kalaposak voltak a jó fiúk, a fekete kalaposak voltak a rossz fiúk. Míg a spagetti western filmekben a jó fiú eléggé koszos volt, büdös volt, mint Clint Eastwood, a rossz fiú viszont ilyen szadista alakot öltött, mint Henry Fonda Volt egyszerre vagy nyugatban, vagy pedig Klaus Kinski a Halál csöndjében. Ezek a két főhősök, illetve antihősök, Klaus Kinski lemészárolt egy egész falut, míg Henry Fonda egy gyermeknek a vállán a saját bátyját akasztotta fel, ugye Volt egyszerre vagy nyugatban. Mi nem ezt a eléggé brutális western filmeket próbáljuk előadni, hanem eléggé humorosan, de benne van minden jó kis piff, puff és lövöldözés és verekedés. Viszont ebben a csapatban különböző embereket is lehet látni, eléggé színes a csapat, mert van benne testőr, hagyományőrző, pankrátor, színésznő, jó magam ugye kaszkadőr is vagyok, és idéntől már egy új tagunk is van, Ramses Moha tekintetében, ami egy jó aranyos kis Mustang póni-szerű valami, és a Henrik City-ben lent császáron, ahol a törvényen kívüliek végül is ott élnek, ott laknak, ott jövő nyáron már különböző lovas sókat is tudunk előadni, vonatrablás, vagy postakocsirablás, meg ilyen hasonló kis kaszkadő jelenetes műsorokat, viszont 2016-ban Henrik City-ben már új sókat is előadtunk, például a Pony Rodeo-t, vagy Daisy esküvőjét, és még sorolhatnám a többi látványos műsorainkat. Viszont itt most ugye mást is elő fogunk adni, egy kisebb előadást, amit egy spagetti western filmnek a úgymond ihletett. A spagetti western filmeket visszahozó rendező a Quentin Tarantino,
aki a Django-t, az 1966-os Django-nak a feldolgozását, illetve az Aljas 8-ast mutatta be tavaly előtt. És az Aljas 8-as ugye úgy kezdődik, hogy egy nagy hófötte tájon megy egy postakocsi, amiben Daisy DeVengul és John Rhys már bent ülnek Daisy DeVengul bilincsben, és hát nem tudjuk, hogy is kapta el ez a fejvadász szegény Daisy-nket, viszont mi megpróbáltunk élni a joggal, bár remélem, hogy Quentin Tarantino nem fog lefejezni minket ezért. Megpróbáljuk előadni, hogy is történhetett ez Aljas Daisy bilincsben című előadásunkban, hogy lehetett elkapni végül szegény szerencsétlen Némbert, hogy jutott a bilincsek mögé, rácsok mögé, és ezt próbáljuk így nektek most mindenféle effektekkel, illetve lövöldözéssel előadni, hogyha kíváncsiak vagytok rá, persze. Igen, látom, hogy bologatnak, igen, elég kíváncsiak vagytok, várjátok. Rendben. Akkor megkérnék mindenkit, aki az első sorban ül, hogy a harmadik sorba üljenek, legyenek szívesek, mert egy-két kaszkadó jelenetet is fogunk majd előadni, és eléggé veszélyes lesz. Lesz egy-két bulgáris kifejezés is, amit lehet, hogy egy-két 18-as karika is követni fog, például ilyen, hogy nigger, meg asztafene, meg némber, meg ilyen székés száját a szövegek. Viszont megpróbáljuk ezeket kicsit visszafogni, és a 16-os karikában benne lenni, de nem kell aggódni, ezek nem annyira bulgárisak még. Thank you.
Na, szóval ez volt az aljas 8-asnak a előtörténete, ahogy mi elképzeljük. Bármilyen kérdésetek a spagetti western filmekről és a Halloween western filmek között van-e? Hogy mi lehet a különbség? Igen? Senki? Hogy? Szóval a spagetti western filmekben, ahogy láthattátok is, eléggé sok kaszkadőr jelenet volt, eléggé sokat verekednek, sokat lovagolnak, sokat húzzák az embereket lóval. Viszont ezeket külön meg lehet tanulni, kivéve Györgynek a kaszkadőriskolájában, illetve Pirog Gábornál, ahol én is tanultam, és még sok ilyen színi tanodás körökben Gornagy Máriánál, és még sorolhatnám a többit. De viszont különböző képzések vannak kaszkadőröknek. Van lovas kaszkadőr, motoros kaszkadőr, gyalogos kaszkadőr. Mi leginkább a gyalogos kaszkadőrséget profiláljuk, viszont most jövőre már a lovas kaszkadőrségbe is belekezdünk különböző lovakkal, különböző fajta lovakkal. Először inkább csak pónikkal, arról kisebbet lehet esni, aztán a nagyobb lovakkal majd próbálunk jobbnak, keményebb számokat előadni. Viszont ami még nagyon fontos, hogy a spagetti western filmeket, amit mi végül is nagyon szeretünk és a szívünkbe zártunk, egy nagy momentumos jelentései voltak a fiatal korunkban, úgymond, a 60-as, 70-es, illetve itthon a 80-as években, hogy ezek adták meg gyermekkorunknak a legnagyobb, legszebb időszakát a tévében, például a Volt egyszer egy vagy nyugat, vagy a dolláros filmek, és sorolhatnám a többi filmeket. Viszont ezekben a filmekben előkerülnek ugyan ilyen szavak, hogy fekete ember, más jelzővel, de ezeket is ugye 16-os karikával kell illetni. Viszont ezekben a filmekben mindig megjelenik a jó és a rossz, illetve mindig egy szép lány, egy rossz lány, meg a különböző sírások, kollégák, akik így próbálják a filmnek a szálait így végigvezetni. De viszont a spagetti western filmekben még egy nagy jelentősége van annak, hogy ugyan 1976-ban a Keoma című film lezárta ezt a korszakot, abban a filmben 122 kaszkadőrt alkalmaztak. A rendező bement egy kaszkadőrirodába és megkérdezte, hogy ki akar kaszkadőr lenni egy western filmben. Holott már teljesen letűnt ez a korszak. 122 ember egyből jelentkezett, és be is válogatták a filmet, a filmbe. Ezeket a kaszkadőröket utána további filmekben láthattuk, például a Megint dőbe jövünk, vagy a Különben dőbe jövünk be, a szakállas ember, akinek mindig kivágják a, ütök a fogait a Terence Hill és Bud Spencer. De az a film, azok a filmek után Quentin Tarantino próbálta visszahozni harmadjára ezt a stílust ebbe a századba. Előtte Clint Eastwood próbálta ezt visszahozni a Nincs Bocsánat című filmmel. Azt a filmet azért is ajánlom, mert az elmondja tényleg azokat a történeteknek a hitelességét, ami a vadnyugaton történt. Mert nem az volt, ami a filmekben van, hogy lövöldöztek össze-vissza, mert kevesebb bankrablás volt, mint mostanában. Viszont legendások lettek, legendák születtek. Például Schofield a kölyök, John Rhys, Daisy, ezek mind legendás hősök, Calamity Jane-nel is. A mi csapatunk meghajol Vadbill Hickok előtt, sőt is próbáljuk magasztalni, aki ugyancsak sheriff is volt, viszont rossz fiú is volt, és a halála előtt 1876-ban már csak kártyából tengette életét, és így is lett a veszte, hogy egy kártyázás közbe fejbe lőtték szegényt. Viszont ezekből a legendákból lehet tanulni is. Mert ugye a gyerekeknek is lehet mondani, hogy hát azért nem kéne kocsmába járni kártyázni, mert biztos, hogy eltörik vagy veled az asztalt, vagy rajtad az asztalt és a széket, ahogy, vagy a serpenyőt ugye a nők, mert ugye egy igazi vadnyugati nőnek a serpenyő és a sodrófa a fegyvere. Látom, igen, hát mosolyognak. Igen, eléggé kellemetlen és fájdalmasan érinti a férjeket ez a hátbaütögetés. Viszont még egy nagy dolog és érdekesség a filmekkel kapcsolatban, hogy nem voltak teljesen igazak. Mert ha igazságot akartunk volna látni, Charlton Heston szavaival kéne élni, hogy végül is az igazi vadnyugaton csak a teheneket, a cowboyok csak a teheneket szagolták és kergették, úgymond fel alá, és nem történt semmi. Köszönjük a figyelmet és a nagy tapsot!